HE monogram, itt rajta van. Vagyis Hermann Egyed, az egykori számvevőség épületében három újonnan nyitott állandó kiállítás is elérhető már a nagy közönség számára. Most a Hermann Egyed hagyaték egy részével Rudolf László ismertet meg bennünket. De itt van, hogy a miséinek a rendjét vezette, ebből kettő is van, tehát, és bele van ide írva. Dr. Hermann Egyed, vagy hivatalos nevén Hermann István Egyed, bátaszék szülöttje volt, 1895-ben itt született, és 1970-ben itt halt meg. Tehát ő az élete eleje és vége bátaszékhez köthető, viszont a munkásságát, ha megnézzük, akkor már nagyon sok helyen, nagyon sok településen találkozhatunk a nevével. Aki a premontrei rend papnövendéke volt, tanított, doktorátusokat szerzett. Szellemi hagyatéka között bátaszék történetéről is szerepel nem egy tanulmány. Munkái a véletlennek is köszönhető, hogy az utókor számára nem vesztek el. Azokat a kéziratokat, amelyeket Sümegi igazgató úr talált meg a plébánián, azokat ő a gimnázium tudományos diákkörének a publikációi között meg is jelentette. Most viszont előkerült néhány olyan kézirat, amiről eddig nem is volt tudomásom. Az életben nagyon sok minden a véletlennek köszönhető. Február elején kaptam egy fülest, hogy érdekes régi bátaszéki képeslapok kerültek elő Mohácson egy házaló kereskedőnél, és a Rafael Róme, aki ezekre rábukkant, nekem szólt, mondván valószínűleg engem érdekelnek ezek. Én rögtön átmentem, megnéztem, milyen képeslapokról van szó, hiszem akkor már néhány fénykép is volt, és hát rögtön láttam, hogy Hermann Egyednek voltak ezek címezve, részben bátaszéki, részben pécsi címzés, attól függ, hogy pont hol tartózkodott, és hát úgy gondoltam, hogy ezeket mindenképpen meg kell menteni bátaszék javára, és hát az első időben akkor szép lassan én megvásárolgattam ezeket, és eljutottunk egy olyan pontra, amikor már akkora hagyaték került elő, hogy amit már egyrészt saját erőből sem tudtam volna megvásárolni. Ezután Sümegi József helytörténész támogatásával bátaszék vezetése egy testületi ülésen döntött arról, hogy Hermann Egyed hagyatékát nem szabad elveszíteni, sőt, meg kell ismertetni a városlakókkal. Így körvonalazódott tavasszal annak az emlékszobának a terve, amiben most is vagyunk. Sümegi volt, aki azt mondta rögtön, ennek egy emlékszobát kéne állítani, mert néhány relikvia a plébánián is volt, és kiegészülve az élete munkásságát szinte minden dokumentáló levelekkel, dokumentumokkal, fényképekkel, tárgyakkal, könyvekkel, úgyhogy látta akkor is, hogy ebből egy önálló emlékszoba, önálló kiállítás lehet, és hát ez is lett. Mindent elrakott. Tehát például az Innsbrucki Egyetemről, hát körülbelül ennyi van, de az összes vizsgájáról, ott ilyen külön, nem, lehet, hogy volt index is, nem tudom, de minden egyes vizsga után ő kapott egy ilyen potot, tehát a sikerült minden. Ezek mind külön megvannak dátumban, milyen tantárból. Úgyhogy fantasztikus. Rudolf László eddig több mint 1000 tételt vett fel a leltárba. A kiállítás bővítésére a jövőben nem hiába számíthatnak az érdeklődők. Bízunk benne, hogy bővül ez a kiállítás, mert van itt még két olyan szomszédos szoba, amelyet ki tudnánk használni. Egyrészt a már meglévő hagyatéki
részben nagyon sok olyan dokumentum van, amit egyelőre nem tudtunk kiállítani, hiszen a rendelkezésre álló hely nem tette ezt lehetővé, illetve még menet közben újabb és újabb dokumentumok, tárgyak kerültek elő. És itt kérném meg a kedves tévénézőket, akik közül mondjuk a bátaszéki érdekeltségek, vagy pedig Herman egyeddel valamilyen kapcsolatban álltak és elküldtek bátaszékről, hogyha van még esetleg a tulajdonukban valamilyen relikvia Herman egyeddel kapcsolatban, akkor próbálják azt nekünk akár ereti, akár másati formába átadni, hogy bővüljön még tovább ez a kiállítás.